Mindkét irányban nagy az autós forgalom Mária Pócs és Kálósemjén között. Gyakran van ez így, emiatt biciklizni is nagyon veszélyes ezen az útvonalon. Hamarosan megoldódik ez a probléma, a szomszédos településig ugyanis kerékpárút fog épülni, a tervezés az utolsó fázisában jár. Ez pedig a napközben lezárás alatt lévő Nyírgyulaj felé vezető összekötő út. A nagyjából 3 kilométer hosszúságú szakaszt ezekben a hetekben szélesítik 4 méterről 5,5 méterre. Erre a beruházásra vidékfejlesztési pályázaton nyert forrást Mária Pócs önkormányzata. Ennek az útnak a lényege, hogy igencsak nagy a forgalom most már Nyírgyulaj felé, hisz az ipari parkra rengeteg Mária Pócsi buszok is ott közlekednek. Ott egy 4 méteres út van, ami ugye mindenki vezet. Nem kell mondani, hogy mennyire balesetveszélyes. Tehát, hogyha egyik autós nem szorul le, akkor a tükröt simán leviszik. Tehát ez másfél méterre lesz szélesítve. Igaz, hogy nem lesz rá kerékpár sáv festve, vagy nem lesz mellette, de kerékpározásra is alkalmas. Tehát egy 4 méteres út, vagy egy 5,5 méteres, az nagyon jó. A kerékpározást azért is említem ennél az útnál is, mert Mária Pócsot hál' Istennek most már azért nagyon sok felől meg lehet közelíteni kerékpárúttal. Ennek a következő lépése lesz, hogy a tervezett Nagykáló-Nyírbátori kerékpárútnak ugye megvan az a szakasza, ami Nagykáló-Kálósemjén. Meg lesz ezzel a beruházással, aminek a tervezésénél vagyunk most a Kálósemjén-Mária Pócs. Megvan a beltöleti szakasz, megvan a Nyírbátor-Debrecent összekötő út, tehát Nyírbagát felé a kerékpárút, amit tavaly adtunk át. Tehát a kerékpározás az most már kocogás, hál' Istennek nagyon sokan űzik ezt a szabadidős sportot, tevékenységet, erre nagyon szükség van. Jelentősen átalakul Mária Pócs központja is az idei nyáron. Folyamatos a munka az óvoda és az általános iskola között, ahol egy konyhát és egy ebédlőt alakítanak ki a következő hónapokban. Ezzel nem csak a két már régóta meglévő intézmény gyermekeinek étkeztetése lesz hatékonyabb, hanem a szintén a közelben épülő bölcsődések számára is itt készül majd az étel. Szintén a város központban egy szolgálati lakást építünk most. Annak egy olyan elképzelés van, hogy 3 kis lakó részt alakítunk ki, és 3 rászorult kis családot tudunk ellátni, vagy párokat, ha az élet úgy hozza. Illetve a hivatallal szemben már látszik a toronydarozás, egy 300 adagos bölcsöde konyha lesz, ami szintén nagyon, nagyon fontos a település életében és a gyerekek életében, mert eddig körülbelül 3 órába tartotta, még az iskola és az óvodai gyerekek meg tudtak ebédelni. Nem volt hely. Most itt le tudnak ülni, és pikpak le tud menni az ebédeltetés. Illetve egyetlen egy épületünk volt, amit nem tudtunk felújítani, most úgy néz ki, hogy az is sikerült. A sportöltözőnél lesz egy teljes átalakítás, tetőcsere, épületeknek a teljes körű átalakítása, felújítása, ott egy szociális jellegű kiszolgáló épület kerül kialakításra. A bárka formát öltő bölcsőde kialakítása egyébként már az utolsó fázisában jár. A csaknem 500 millió forintos Európai Uniós forrásból megvalósuló új intézményt szeptembertől vehetik birtokba Mária Pócson a legkisebbek.